Sziasztok. Hiszen várnak minket budavári Zitáék. Itt van már velünk ugye budavári Zita énekesnő és édesanyja, ez itt Csókolom üdvözlöm a műsorban. Ugye Hollywoodban nagy trend lett az örökbefogadás, és nem csak ott ugye bár, hogyha ebbe belegondolunk. Tehát Hollywoodban nagy trend lett ugye bár az örökbefogadás, és nem csak ott, hanem Magyarországon is. Mik ezeknek a kritériumai? Hogyan lehet örökbefogadni valakit? A lakhely szerint illetékes területi gyermekvédelmi szolgálatnál kell kezdeményezni az eljárást. Ők vizsgálják az úgynevezett alkalmasságot az örökbefogadásra, hisz pszichológiai szakvélemény, környezettanulmány, jövedelemigazolás, házi orvosi igazolás szükségeltetik, és egy 21 órás tanfolyamot meg kell hallgatni ezzel kapcsolatosan. És ez körülbelül 4-5-6 hónap alatt lezajlik, megkapják az alkalmassági határozatot. Az alkalmasság, ami 4-6 hónap, ugye? Ott vesz igénybe a kvázi maga vizsgálat. Maga az örökbefogadás, ja, tehát amikor az ember felkerül a listára. Így van, így van. És régebben ez az úgynevezett alkalmassági határozat 2 évig volt érvényes, csak miután 2 év alatt nem kerültek sorra az örökbefogadni szándékozók, annak ellenére, hogy ezt a 2 éves érvényességet meg lehetett hosszabbítani 1 évvel, de 3 év alatt sem kerültek sorra, így körülbelül 2 évvel ezelőtt felemelték a 2 évet 3 évre, és a 3 évet is meg lehet 1 évvel hosszabbítani, azaz 4 év. 3+1, azaz 4 év az Miért? Érvényesség ideje. Miért ilyen hosszú idő ez a folyamat? Mert annyira alapos a vizsgálat? Nem. Annyira... Már mind a 4-5-6 hónap? Hát nem, de hogy ez ennyi, tehát ez 4-5-6 hónap, és utána ez csak az alkalmasság vizsgálata. Innen indul az örökbefogadásra várakozás. És az 2-3-4 év. Mert ennyire sokan jelentkeznek, vagy ennyire... Meredeken emelkedik a meddőházas párok száma. A Bölcső Alapítvány 22. évében van. Igen, hisz mondjuk el, hogy ön az elnöke az alapítvány. A Bölcső Alapítvány alapítója és elnöke vagyok. Tehát addig, amíg a 90-es években és az ezerfordulónál szinte csak a 40-es korosztállyal találkoztam, a legfiatalabb örökbefogadásra váró házaspárunk 88-90-es születésűek. Azt mondja, hogy meredeken emelkedik a meddőházas párok száma. 22. évünkben vagyunk, és soha az elmúlt 20 év alatt egyetlen egy évben nem jelentkezett annyi örökbefogadásra várakozó házaspár, mint az elmúlt 1 év alatt. Olyan ijesztő számomra, hogy komoly gondot okoz. Zita, azért mondjuk ezt rólad, ugye, hogy téged is örökbefogadtak. Igen. Te ezt hogy élted meg, amikor ez kiderült? Én 100 naposan kerültem a családomba, és már 4 évesen tudtam arról, hogy engem örökbefogadtak, és nekem könnyű volt ezt így kezelni, mert már minél fiatalabban az ember megtudja ezt a dolgot, szerintem annál könnyebb kezelni. És nekem sosem okozott gondot, tehát nem volt nekem ez teher, és nem voltak rossz érzéseim ezzel, úgyhogy én ezt természetesen fogom. De gondolom, akkor azért egy jó családba kerültél. Igen. És ezt is tanácsolják, hogy minél korábban jó a gyermeket beavatni abba, hogy ő egy örökbefogadott gyermek? Hát induljunk ki abból, hogy szerintem hazudni soha senkinek nem szabad, nem érdemes. Főleg nem a titkolózás, a titok rendeltetése egyszer mindig minden kiderül. Nincs attól nagyobb tragédia, hogyha mondjuk kamaszkorban tudja meg a gyerek, hogy örökbefogadták. A szomorú az, hogy ez ma is elég gyakori. És miért nem árulják el a szülőt? Beszélni? Igen. Én azt szoktam mondani, hogy annyira szeretik a gyereket, ez nem azt jelenti, hogy nem szeretünk Zituskát eléggé, annyira magukénak, sajátjuknak érzik, hogy ahogy nő a gyerek, és pont akkor, amikor óvodáskorban már ezt tudatosítani kellene, és ez olyan egyszerű. Mi éppen szombaton tartottuk a nagyobbik lányunk úgynevezett adoptációs születésnapját. A 26 év alatt Zituskával beleértve ez volt a 88. születésnap. Ugyanis mind a két lánynak két-két születésnapot tartunk. A biológiai adoptációs szombaton volt a kincső 88. alkalommal megtartott születésnapja. És a gyerek, a kincső alig tud beszélni, de már mondta, hogy az adoptáció születésnapomra melyik ruhácskámat veszem fel, és beépül a tudatába. Annyira egyszerű, de szerintem nagyon szeretik a gyereket, és annyira sajátjuknak érzik, hogy
elbizonytalanodnak egy idő után, hogy de hát, és a környezet is erre predesztinálja őket, hogy de hát a tiétek, hiszen vér szerinti szülőként vagytok beegyezve, és innentől kezdve elkezdődik egy lapítás, és a szörnyűha az iskolába derül ki. Én mondjuk őszintén, én nem látok abban semmi rosszat, hogy a gyereknek elárulják. Ez az egyik, a másik pedig ugye az, hogy gyakorta egy örökbefogadott szülő jobb, mint a vérszerinti szülő. Tehát azért rengeteg olyan családot látunk, ahol a vérszerinti szülőnek kevesebbet törődik, és ahol valójában örökbe akarnak fogadni a gyermeket, ott nagyobb is a szeretet, hisz annyira vágynak rá. Neked hogy telt a gyermekkorod? Nekem jól telt. Én szerintem nekem boldog gyerekkorom volt. Tényleg úgy gondolom, hogy nagyon jó családba kerültem. Én már találkoztam egyébként a vér szerinti anyukámmal körülbelül háromszor, de ezt csak ilyen megismerés szempontjából, tehát én annyira a kerek egésznek érzem az én családomat, hogy én nem... Te kezdeményezted ezt a találkozást? Tessék? Te kezdeményezted ezt a találkozást? Igen, én nagyon szerettem volna őt megismerni, mert szerintem fontos, hogy az ember tudja, hogy mik a gyökerei, hogy honnan van, de ezt ebből a célból, nem pedig új családkeresés. Épp ez, hogy tekintettél rá az első találkozásnál? Nagyon furcsa volt, mert így szerintem minden gyerek elképzeli, aki tud róla, és nagyon érdekes, mert pont olyan volt, tehát nagyon rendes és ilyen karakán nőnek tartom őt. Teljesen megértem a döntését, és én nem is vagyok olyan helyzetben, hogy én ezt felülbírálhassam. Én örülök annak, hogy egy ilyen családban. Kevesen tudnak ilyen intelligensen nyilatkozni mondjuk erről a témáról. De hát valószínűleg, akit így nevelnek azok a szülők, akik végül felnevelik, az nagyon sokat segít, hogy tényleg utána így tudja hozzáállni ahhoz a másik anyukához is. Ha annyit hozzáfűzhetek, Zitus, én úgy gondolom, hogy túl korán találkozott a szülőanyjával, viszont azt is tudni kell, hogy ők miután születésük óta szinte a nővérével együtt hallják az én telefonjaimat, tehát teljesen tisztában vannak a jogszabályokkal, tehát ők pontosan tudták, hogy 14 éves kortól a mi hozzájárulásunkkal, 18 éves kortól pedig önállóan is, így adódott, hogy Zitus már 15 és fél évesen találkozhatott. És én is szorongtam, mindannyian szorongtunk, szerintem... Ez érthető azért. Igen, de nagyon jól sikerült. Én úgy érzem, hogy jól sikerült a találkozás a szülőanyjával. Nagyon jól kezelte a helyzetet. Én nekem úgy tűnt, hogy mint a barátnőként beszélgettek volna egymással. Korban közelebb is vannak egymáshoz, hisz 18 éves volt a szülőanyja annó, amikor Zitus született. Én ezt jónak találom, hogy tisztában van a gyökereivel, és tudja a lemondásokait. Ez szerintem megnyugtató mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, tényleg is itt voltatok. Köszönjük. Abszolút szerintem olyan dolgokat osztottatok meg a nézőkkel, amik nagyon fontosak és értéket képviselnek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.